ebben a maradék 10 percben, vagy rám szabott 10 percben elsősorban a Gábor előadásához kapcsolódnék, de azon kívül még reflektálok a korábban hallott előadásokra is egy pár szóban. A tárki kutatással kapcsolatban, úgy olvasgatva a tanulmányokat, elsősorban az jutott az eszembe, hogy nyilván a tárki kutatásnak a motivumai, a céljai azok a gazdasági fejlődés lehetőség feltételeire vonatkoztak. Ugye Felcsit úr is a bevezetőjében ezt hangsúlyozta. Még amikor a tanulságokat akarjuk levonni, hogy akkor mi az, ami ebből következhet, meg a parlamenti képviselők számára eljutatott kis rövid összefoglaló is a politikai integráció problémáira próbálta inkább rá hívni a figyelmet. Tehát itt látok két egy kis feszültségetek között, tehát egyrésztről a gazdasági fejlődés lehetőség feltételében gondolkodunk, a kérdés felvetésben a politikai egy kicsit el van nyomva, míg a probléma, a politikai feltételek egy kicsit úgy érzem el vannak nyomva, míg a válaszokban és a tanulságokban pedig inkább, mint a politikai integráció kudarcaiként próbálunk az eredményekre nézni. És éppen ezért így a kis rövid hozzászólásomnak a címe inkább az, hogy a társadalmi tőkének és a politikai integrációnak mi lehet a kapcsolata. Hogyha ezt így összekapcsoljuk már, a társadalmi tőkét és a politikai integrációt, akkor a néhány szociológiai hallgatónak akkor be kellene ugrania, ugye Robert Pattonnak a neve, aki pontosan az eddig tárki tanulmányban idézve is van és használva is van, ugye ez a társadalmi tőke fogalmi konstrukció. Ugye ő arra próbált rámutatni, hogyha meg akarunk teremteni egy korábbi, le akarjuk írni a demokráciának a társadalmi lehetőség feltételeit, akkor ha ezeket mérni akarjuk, hogy melyik azok a feltételek, amelyek egy demokratikus rendszert kialakítását elősegíthetik, vagy amely értékrend mentén egyáltalán egy demokratikus intézményrendszer kialakulhat, akkor azok a változók a bizalomnak, a társadalmi hálózatok struktúrájának, a társadalmi normák létének, vagy a civil társadalmi aktivitásnak kulcsszerepe van. Ugye Patton nem írt optimista könyveket, bár a demokrácia lehetőség feltételeit kutatja, de egy hanyatlás történetet ír le, inkább a modernizációnak egyfajta társadalmi hanyatlás történetét írta le. Ugye az ő klasszikus, az amerikai közösségek szét átalakulásáról vagy széthullásáról szóló könyvének a címe is, ugye az amerikaiak már magányosan bowlingoznak, járnak még bowlingozni, de már nem közösségekben, hanem csak magányos bowlingozók. Ugye ez a kis címadás próbálja meg metaforikusan érzékeltetni, hogy itt valami nagyon valami változás van, valami értékvesztés van, és ezt ő ugye a társadalmi tőkének az értékveszteségeként írja le. Ugye azért járnak egyedül bowlingozni, mert már nem is egyfelől nem keresik a másokkal való kapcsolatot, másrészt meg nem is nagyon bíznak meg már meg a családi kapcsolatokon kívül másokban. Na most mi következik ebből, mondjuk ebből, hogy akkor a társadalmi tőkét kell fejleszteni ahhoz, hogy a demokráciát valamilyen módon átalakíthassuk. Ugye, tehát, hogy itt a demokrácia lehetőség feltételei akkor kizárólag a személyes kapcsolatokon, személyes aktivitáson és a személyes kapcsolatoknak egy sajátos rendjén tud csak kialakulni. Ugye a Patton tévénzőzése egyrészt nagyon jól leírhatja, hogy akkor milyen változásokon megy át ugye a modernizáció kapcsán az egymás közötti társadalmi kapcsolatok, de abban nem kívül elnagyolt, hogy miképpen is lehet egy sikeres demokratikus intézményrendszert kiépíteni. És a tárki kutatáson is ezt érzem, hogy nagyon erős az analízis, nagyon erős az, hogy
az, hogy itt micsoda értékveszteségeket kell megtapasztalnunk, de valóban a kérdés az sokkal, a kérdés nem nagyon, a válaszokat nem nagyon készíti elő ugye a kérdés, és nagyon sokfajta válasz lehetséges egy ilyen analízisre, hogy akkor hogyan miképpen is lehet egy demokratikus intézményrendszert valamilyen módon megformálni. Ugye itt, mert a kérdés az végül is, ami egy kutatás körbelengi, hogy miképpen lehet sikeres a politikai integráció, ami nyilván a gazdaság fejlődésével is jár, de a gazdaság fejlődésének meg előfeltétele lenne valamilyen együttműködő társadalom, ahol fel tud tartani politikai intézményrendszert, hogy akkor miképpen lehetne egy ilyen sikeres politikai integrációt megvalósítani, vagyis mi lehet a politikai integrációnak a feltétele. Ugye ebből az következne a kutatásból, hogy egyfelől, vagy ennek a kizárólagos forrása, vagy egyik nagyon fontos forrása lenne a társadalmi tőkének, tehát az úgynevezett ezeknek az értékviszonyoknak a egyfajta mintázata. Igen, ám, de hogy ami ebből kitelik, hogy nincs ez a mintázat, ez nagyon kétségbejtő, ahogy az eddigi tanulmányok, vagy előadások is ezt jelezték, nem csak azért, mert hogy a történelmi hagyományainkból sem bízhatunk, tehát onnan nem nagyon tudunk el mintázatok átalakításához energiát meríteni, másfelől pedig a közelmúlt gyakorlatai sem túlságosan biztatóak, és mert nem nagyon, ennek az értékrendszernek az átalakítása, vagy átformálása, ez nem sikerült. Na most, a kutatással kapcsolatos kritikám egy kicsit az, ugye a kérdés, inkább az elméleti kerete a kapcsolatos kritikám az, hogy nyilván itt abban, amiatt nem tud igazán, nehezen tudunk ebből a társadalmi értékválság fogalmi keretből kimozdulni, hogy ez nagyon nehezen lehet dinamizálni ugye ezt a fogalmi rendszert. Akkor lehetne ezt igazán dinamikussá, vagyis a megoldások felé terelni, hogyha ki tudnánk egy változót, ami fontosabb, mint a többi. És én azt mondanám, hogy ebből a szempontból a fontosabb változó, aki aktor tud lenni ebben a folyamatban, az a politikai intézményrendszer. És nyilván az értékrend válságnak, vagy az értékválságnak a kulcsát az a politikai intézményrendszer stabilitása, vagy működő képessége tudja csak elősegíteni. Ugye a történelmi tanulságok is valahogy erre mutatnak, hogy alakultak már át rossz szerkezetű, vagy paternalista szerkezetű, vagy válságos szerkezetű értékrendszerek, azért, mert a politikai rendszer stabilitása ezt lehetővé tudta letenni. Ugye itt a klasszikus példa Németország, de nem kell ennyire visszamenni. Érdemes mondjuk az NDK sorsára tekintettel. NDK-ban ugye a NDK tartományok, volt kelet-német tartományok, azok mai napig is rendkívül sokrétű társadalmi-gazdasági válsággal küzdenek, de mégis teljesen más helyzetben vannak, mint mondjuk a keleti blokk más országai, akár közép-európai országok is, mert hogy bár ugye például mondjuk valamilyen hasonló adatsorokat lehetne felvenni a társadalmi értékrend mintázatában, mint ahogy vettek is föl, de teljesen más, ahogy azt a politikai, szociológiai kutatások kimutatják, mögötte viszont van egy nagyobb bizalom a politikai intézményrendszer felé. Tehát sok más a helyzete ugye egy olyan válságban lévő társadalomnak és gazdasági rendszernek, ahol van ugye egy relatíve működő és nagy bizalommal rendelkező, bizalmi tőkével rendelkező politikai intézményrendszer. Így bár ugye a németek sokkal pesszimistában ítélik meg a saját helyzetüket, nehezen lehet összehasonlítani azt a fajta társadalmi válságot kelet-közép-európai országoknak, vagy különösen a magyar társadalmi válsággal. És ugye így nézzük, hogy ha mondjuk a kis hozzászólásomnak, ugye a tézise az, hogy itt a súlypont a változásoknak a kulcsa, vagy a változtatásoknak a kulcsa a politikai intézményrendszer stabilitásában rejlik, akkor azzal lehet kiegészítenem ezt a tézist, hogy
hogy nyilván a válság mélyülésének az oka is maga a politikai intézményrendszer. Tehát nek a kudarcai. Tehát én nem vezetném vissza Mohácsig, és még úgy nagyon a monarchiáig sem ezt a dolgot. Tehát egyáltalán nem volt szükségszerű, hogy ez a 20 év ez így alakuljon. Ez a politikai elitnek, a politikai intézményrendszernek az anomáliái azok, amelyek ezt ilyen mély válsággá formálták. Nézzük meg ezt ha csak felsoroljuk nézzük a Tárki által kihangsúlyozott anomáliákat. Az például első, Gábor kezdte a szabadságjog kultuszának a elmaradás, ugye, hogy a szabadságok nem tisztelik a polgárok. A bírósági rendszer, nem különösebben sokat tett meg azért, hogy tisztelhessék. Tehát ez nem a bírósági rendszer egyáltalán nem tette lehetővé azt, hogy a polgárok megéljék azt, hogy az alkotmányos jogaik azok fontosabbak lehetnek, mint az igazságtalan törvények, vagy akár az igazságtalan ítéletek, mert mondjuk nem volt valódi alkotmányjogi panasz ugye ebben a 20 évben. Tehát, hogy nem tudták élményé tenni mondjuk a szabadságjog gyakorlását. Alacsony tolerancia szint. Az alacsony tolerancia szint ugye a 90-es években sem voltak jó eredményei ennek, de ugye van egy nagy trendváltás, ugye mondjuk ugye a 2007-2008-as években, de én mondjuk a igazi trendváltást a veszprémi kézilabdázó meggyilkolásához kötöm, amikor már lényegében a televíziónál és a hivatalos intézmények, a kormányzati intézmények is belementek a kisebbség ellenes retorikába, amikor egy intézményes hátteret kapott mondjuk a kisebbség ellenes retorika. Tehát az alacsony tolerancia szinthez az állam nagyon is sokat hozzátett. A harmadik, ugye, hogy a politikai intézményrendszernek a bizalomvesztése, hát Várnai professzor úr is azért sok példát említett arról, hogy mennyi mindent tett azért a politikai intézményrendszer, hogy elveszítsék, hogy ne bízhassunk bennük. Ezeket a példákat én nem sorolnám föl, csak utalnék azért, hogy a politikai intézményrendszer, az adórendszer elég egyedül, ha ezt megemlítjük, hogy nagyon sokat tett azért, hogy ez a bizalom ne legyen meg az intézményeiben. Ugye a harmadik, az utolsó megjegyzésem, ami az alkotmány a 2011-es alaptörvényhez kapcsolódóan szintén Gábor említett meg, hogy itt milyen jellegű változásról van ez szó, vagy ez itt hogyan kell értelmeznünk ebben az összefüggésben, hogy bizony a politikai intézményi rendszer megváltoztatásán múlik ez vagy múlhat ennek az értékválságnak a kezelése. Azt lehet mondani egyfelől, ugye az alkotmányozók ezt felismerték, hogy itt a politikai intézményrendszernek kell változni. Tehát azt mondom, hogy maga ez a helyzetértékelés nem volt rossz. A másik viszont csak, hogy a megoldási javaslatok, azok úgy tűnik, hogy a jelenlegi értékeléseink szerint úgy tűnik, hogy inkább problémákat fognak gerjeszteni. Amire Gábor utalt összefüggések, hogy itt nem egy észszerűen plurális társadalom feltételeihez igazodó felfogásról van szó, hanem ők a jelenlegi alaptörvény szintén egy megoldást akar, de úgy tűnik, hogy az lesz a probléma forrás, hogy túl sokat bíz a politikai intézményrendszerre. Ő azt akarja a politikai intézményrendszeren keresztül, hogy egy érték közösséget fog megteremteni, nem pedig, hogy egy keret feltételeit próbálná meg az együttélésnek valamilyen módon kitalakítani. Tehát én nem mondanám azt, hogy egy kicsit ikézetlenem Gábor, hogy a meglévő attitűdöket erősíteni, szó sincs erről, hogy kifejezetten meg akar változtatni attitűdöket. Tehát itt egy nagyon erős konstruktivista vonás van, ami hasonló, mint mondjuk egy 49-es konstruktivizmus, vagy bármilyen liberalista, vagy mondjuk akár 89-es konstruktivizmus, tehát ebben osztozik, ugye ebben a konstruktivizmusban a társadalom átalakító programoknak a hagyományában, de látni kell, hogy ez is egy konstruktív, nagyon erős konstruktív társadalom átalakító program. Amit ugye azt lehet mondani, hogy lehet normatív alapon értékelni, hogy ez igazságos lesz-e vagy sem, és lehet azon alapon az értékelni, hogy mennyiben illeszkedik azokhoz az empirikus feltételekhez, amelyek mondjuk a gazdasági sikerességnek a feltételei lehetnek. És azt hiszem, hogy csak ennyit akartam ezt hozzátenni. Köszönöm szépen!